Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. És a kiírt témánk pedig a siker 10 pontja. Így van. Na nézzük a siker 10 pontját, lehet, hogy annyi időnk lesz rá, hogy felsorolom. Na most melyiknek jobb lenni vajon? Sikeresnek vagy sikertelennek? Ki az, aki a sikerességre szavaz? Oké. Tehát jobb a sikeresség. Maradjunk akkor ennél, jó? Ezzel foglalkozzunk egy picit. Első, a sikerességgel kapcsolatosan hozni kell egy elhatározást. Milyen elhatározást? Egy döntést. Milyen elhatározást? A döntés arra vonatkozik, hogy ön tanulja azt, amit eldönt, teszi azt, amit eldönt, és tanítani fogja azt, amit eldönt. Én nem mondom mindenkinek, hogy a PPH ez a döntés, de ha ön most hallgat engem, akkor tuti. Különben nem hallgatna. De most képzelje, mindenki a PPA-val foglalkozna, akkor kisütné a kenyeret. Oké. Okay. Tehát az, akkor ilyen halnánk, nem? Tehát ki csinálna ezt, ki csinálna azt, ki csinálna amazt, tehát nem mindenkinek kell a PPA-val foglalkoznia, nehogy azt higgyék, de ha most hallgat engem, akkor nagy valószínűséggel ugye az a döntés, hogy PPA. No szóval, akkor első, hogy hozzon egy olyan döntést, ahol tanulhat, teheti a dolgát és taníthat embereket. Ha nincs meg az életében ez a dolog, hogy ezt a hármat meg tudja csinálni, akkor keressen, nagyon keressen, mert különben rögtön a sikeresség első pontját nem tudja teljesíteni. És nem lesz sikeresség. Egyszerű a kérdés. Jó? Na nézzük a következőt. Szeresse azt, amit csinál. Tehát, ha eldöntötte, hogy mi az, amit tanulnia kell, tennie kell és tanítania kell, ez ugye egy dolog, akkor kezdje el, de gyorsan megszeretni. Nagyon fontos. Jó? Ne azt nézze, hogy a napi szinten milyen előnyöket hoz, hanem azt nézze, hogy hosszú távon mit hoz. Jó? Tehát még egyszer mondom, ez nagyon fontos, ne azt nézze, hogy napi szinten mit hoz az a dolog, vagy mit hozhat, hanem azt, hogy hosszú távon mit hoz. És ez a mit hoz, ez döntse el, hogy önnek mi ez, mit jelent ez a mit hoz. Jó? Ezt én nem adhatom meg, hogy önnek mit jelent ez a mit hoz. Mindenkinek más. Akkor következő. Hozni kell egy elhatározást, következő elhatározást. Avval kapcsolatban, hogy azt végigcsinálja. Hát végigcsinálja. De nem fogja végigcsinálni, ha nem tudja, hogy az miért jó önnek vagy másoknak. Tehát ez a következő. Tehát találja ki azt, hogy az miért jó önnek, és miért jó másoknak. Akkor tud az ember komoly eredményeket elérni, hogyha képes szenvedélyt belevinni abba a dologba. Igen,
Ez egy új pont, megint a szenvedély. Szenvedélyt akkor tud valamibe belevinni, ha valamit létre akar hozni, fel akar építeni, de azért akarja ezt megcsinálni, hogy valami rossz megszűnjön. Világos ez? Tehát, hogyha az, amit ön létre akar hozni, amit fel akar építeni, nem szüntet meg valamilyen rosszat, akkor nem lesz mögötte szenvedély. Érthető? Tanulnia kell, ez a következő, például azt, hogy hogyan adja át az ön szenvedélyét másoknak. Hogyan legyenek mások is szenvedélyesek az iránt, amiért ön már szenvedélyes. Nem tudom, világos-e? Ez egy következő pont. Na nézzük az utána következőt. Hinnie kell. Pozitívan hinnie kell az eredményekbe. Önmagába. Tehát fel kell vennie egy pozitív hitet az eredményekkel, a történésekkel, az emberekkel, és önmagával kapcsolatosan. Fontos az önbizalom, de az önbizalom akkor keletkezik, hogyha elkezdi elérni a részeredményeket. Tehát kisebb-nagyobb részeredmény elkezd jönni, és ez elkezdi megerősíteni az ön önbizalmát. És minél több részeredményt ér el, annál nagyobb és nagyobb önbizalma lesz. Mivel van már hite, vagy lesz ugye, ezen dolgozik, kezdenek jönni majd az eredmények. Ezért nagyon fontos, hogy dolgozzon azon, hogy ne adja fel. Ezt úgy hívják, hogy kitartás. Akkor is kitart, hogyha asztrológus sok nyelvén mondva rosszak a bolygóállások. Tehát akkor is kitart, hogyha az emberek ezt mondják, ha az emberek azt mondják, ha piros hó esik, ha cigány gyerekek potyognak az égből, akkor is kitart. Jó? Azt hiszem megvolt a 10, nem? Én nem számoltam. 9-et számoltunk? Akkor egyet kihagytam. Hát akkor valahol ott a 10 az elmaradt. Az a baj, hogy itt nekem egy pontban nincs leírva a 10. És akkor itt összekevertem. Hát ez megvolt, ez is megvolt. Hát
akaratról beszéltem, nem? Tehát ugye így volt a sorrend, nézzük meg. Azt mondja, hogy volt először is egy döntés, így van. Utána volt az akarat. Akkor ezt hagytam ki, az akaratot. Ja, volt a szeressük, amit csinálsz, így van, a döntés után a szeresd, utána volt az akarat. Nem? Elhatározás? El kell határozni, végigcsinálni. Én megvan, mit hagytam ki. Jó, az akarat, ez az elhatározás az. Itt kihagytam egyet, pozitív gondolkodás. Ezt kihagytam, de miért hagytam ki, nem tudom, véletlenül. Ez a tizedik. Megvan, mit hagytam ki. Ez a tizedik, mindegy, ez nem ide tartozott volna, hanem ez a tizedik, ez kérlek szépen, mindjárt mondom, az elhatározás után, tehát ez rögtön a harmad, hogy is van, egy, kettő, három, negyedik. A pozitív gondolkodás az a negyedik. Jó, oda kell berakni, csak valahogy túlmentem rajta. Jó, tehát fontos, hogy az ember az éremnek mindig a pozitív, tehát minden rosszban van valami jó, és minden jóban van valami rossz. És az ember soha ne a rossz oldalát nézze, hanem mindig a jó oldalát a dolgoknak. Jó? Tehát mondom még egyszer, minden jóban van valami rossz. Minden rosszban van, vagy minden, hogy is, tehát minden rosszban, nem, minden jóban van valami rossz, és minden rosszban van valami jó, igen. De a negatív gondolkodású emberek, ha minden jóban van valami rossz, akkor is a rosszat nézi. Ha minden rosszban van valami jó, akkor is a rosszat nézi. Ön nem lehet ilyen. Ha azt akarja, hogy sikeres legyen az életében, akkor az érem jó oldalát kell nézni mindig. Ha jön egy probléma, akkor például úgy kell közelíteni hozzá, hogy ezt miért kaptam. Nem azért, hogy jaj, Istenem, miért kaptam, miért vagyok ilyen szerencsétlen. Jó, tehát nem ebből a megfontolásból, hanem abból, hogy mit tanulhatok belőle, mit tapasztalhatok belőle, mit élhetek meg ezzel a dologgal. Érthető? Jó, tehát ez maradt ki, ez volt a tizedik. De ez a nem tizedik, negyedik. Tehát nem megy a többi, mert ez egy sorrend is, amit most felsoroltam. Jó? Tehát nem megy, hogyha nem helyén vannak a dolgok. Jó. Úgyhogy mindenkinek további jó tanulást kívánok, és szép estét. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!